Az egykori nyíregyházi 14. huszárezred tisztjeinek közös sírhelyénél helyeznek el koszorúkat a nyíregyházi északi temetőben, ahol 7 huszár nyugszik. 90 éve állították a sírkövet, az idő vasfoga pedig nem kímélte. Szükségessé vált a felújítása, mondta el Bene János, a Magyar Huszár Alapítvány titkára. De nem csak a huszárok sírhelyét újították fel, hanem Nyíregyháza első polgármesterének, Nagyváradi Incédi György sírhelyét is. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, a város történelmének kiemelkedő alakja fontos része Nyíregyháza szellemi örökségének. Az Incédi sor az a város rész, róla elnevezve, ahol éltek annak idején. A nagyon jelentős szakképzőiskolánk az Incédi róla van elnevezve, és a város kiemelkedő díja az életműdíj is, amit azok a személyek kapnak, akik egész életükön át egy területen kiemelkedőt alkottak, és ezzel a város rangjának, hírnevének a növeléséhez hozzájárultak. Ez egy nagyon szép dolog, de az nem volt annyira szép, hogy a sírhely nem volt jó állapotban. Ezért fontos ez a felújítás, meg azért is, hogy a mai köztudatban is éljen a városok történelme, mert a Nagyvárad Incédi György nevéhez két olyan kiemelkedő történelmi esemény kapcsolódik, ami Nyíregyháza fejlődését nagyban meghatározta és elindította. 1824-ben a II. Örökváltság, 1837-ben pedig a városi privilégium kivívása, amiben akkor ő még ügyvédként vett részt, aztán 1838. februárjában ezen tevékenység elismeréseként is választották meg Nyíregyháza első polgármesterévé. A huszárezred tisztjeinek és a polgármester sírjának mintegy 1 millió forint értékű felújítását a Nemzeti Pantheon Alapítvány és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület támogatta. Így és Gábor helytörténész a megemlékezésen felhívta a figyelmet Nagyváradi Incédi György leszármazottjaira is, akik közül többen szintén ezen a helyen nyugszanak. Borbála nevű lánya, aki 102 esztendőt élt meg, és az ő férje Marsalkó Gusztáv, aki Nyíregyháza városnak a pénztárájának az ellenőre volt hosszú-hosszú éveken át, és az ő három lányok nyugszik még mellettük, akik közül Julianna, Borbála, Izabella neve olvasott a síremléken, illetve a családtagok között még a tesik név, ott egy tesik Tibor és egy tesik Margit. Tesik Margit azért említésre méltó, mert abban a házban élt, ahol az Incidinek az első polgármesternek a lakóháza volt, és ő abban a két világháború között időben egy óvodát működtetett. És a végén, a névsor végén pedig az állítatónak, aki az egész síremléket állított, az ő neve olvasható. Nyíregyháza első polgármesterének és családjának sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2010-ben nyilvánította a Magyar Nemzet virtuális panteonjának részévé.